Halmokban áll a hulladék Bonyhád egykori szeméttelepén. Azonban már nem sokáig, ugyanis a településen elindult az illegális hulladéklerakók felszámolása. A város vezetése még januárban nyújtott be pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tisztítsuk meg az Országot című projektjére. A pályázat célja, hogy a kormány klíma és természetvédelmi akciótervében összefoglaltak alapján sor kerüljön az ország területén jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására. Erre több mint 13 millió forintot nyelt el a helyi önkormányzat, ami két részből tevődik össze. Egyrészt a maga a hulladék lerakásnak a felszámolása, ez 11,4 millió forintot jelent megközelítőleg, illetve a terület úgymond tisztántartása és védelme érdekében egy már meglévő kamerarendszerbe, vagy kamerarendszerhez csatlakoztatott térfigyelő kamerát helyeztünk el. A városvezetés olyan területet választott ki, amely közkedvelt illegális szemétlerakó és a rendszeres tisztítás ellenére is mindig visszatérnek a szabályszegők. A hulladék frakciókat tekintve leginkább építési törmelék, illetve lomhulladék, autóalkatrészek is előfordulnak ezekbe a hulladékokba. És ugye ez egy félreeső terület, nem városközponti részen van, ide úgymond gyakorlatilag bármikor kijöhetnek az emberek, és leboríthatják jogellenesen az otthon összegyűlt hulladékot. A törvény szerint, aki illegális szemétlerakást követel, akár 150 ezer forint bírságra is számíthat. Az önkormányzat szeretné felhívni a bonyhádi lakosság figyelmét, hogy a háztartásukban keletkezett szemetet, legyen az akár lom, építési törmelék, kumiabroncs, elektronikai vagy veszélyes hulladék, azt a helyi hulladékudvarba adják le.